Valahányszor valamilyen új hírrel szolgál az űrkutatás, az ember mindig eltöpreng egy pillanatra, hogy vajon az egésznek, a világegyetemnek a törvényei megismerhetők-e egyáltalán, vagy minden tudásunk ideiglenes, és a fizikának is van mondjuk úgy szavatossági ideje. Vajon ennek a mostaninak, amit mondjuk most alkalmazunk, mikor járhat le? Lukács Béla elméleti fizikus a vendégem, aki majd közelebb juttat itt számos olyan kérdéshez, amit fölteszek neki. Mint olvastam, az ön kutatási területe az általános relativitás elmélet, nehéz ionfizika, kozmológia, akusztikai beszédfelismerés, színelmélet és hát kedvtelése a történelem. Ez egy olyan beszélgetés lesz, amelyet szerintem heteken át folytathatnánk, mint az előző vendégemmel, ha valóban el akarnánk mélyülni a tárgyunkban, és ha az amatőr kíváncsiskodó mondjuk minden válaszára kérdést akarna kapni. Úgyhogy ez egy korlátozott beszélgetés az időkeretekre tekintettel, de mégiscsak az emberi fantáziát megmozgató tudományból, az elméleti fizika világából. Van egy mozgóábránk, ezzel kezdenénk, amelyel egy floridai laboratórium a végtelenül nagytól a végtelenül kicsi felé mozogva érzékelteti honlapján a nagyságrendet. 10 a 26. méterre, azaz, ahogy öntől tudom, 10 milliárd fényévre lát el a nagy méretek tartományában, aztán visszajön a Földre, és eljut a végtelenül kicsiig, a protonok után a kvarkokig, vagyis 10 a mínusz 16. méterig, más néven 100 atométerig. Na hát kérem szépen, ezt így felolvastam a papírról, de halványgőzöm sincs. Kezdjük talán, hogy mik azok a kvarkok? A kvarkok a protonoknak, neutronoknak, e-féléknek az alkotó részei. Az elektronnak nem, a mai tudásunk szerint az elektron oszthatatlan. Igen. Ez aztán vagy igaz, vagy nem, de az elektronnak nem tudunk részeiről, a protonnak és a neutronnak a kvarkok a részei, és valamilyen értelemben 1967 óta látjuk őket. Azt mondanám egy kis túlzással, hogy röntgenfelvételt lehet készíteni. Igen, tehát ez a floridai laboratórium a végtelen nagytól, a végtelenül kicsi felé mozogva tulajdonképpen nagyságrendeket végig bemutatja, amiből itt nézőink is láttak, hát remélhetőleg értelmezni is tudták. Ha az ember elnézegeti ezt az ábrát óhatatlanul, az jut az eszébe, hogy a kicsinek, tehát a kicsi és a nagy világában, amiről ugye beszélünk, mi emberek, hogyan vagyunk ehhez képest? Tehát arányosak vagyunk, egyáltalán középtájon helyezkedünk el, kicsi és nagy között, már csak azért is, mert ha nem, a másik irányba, akkor a megfigyelési lehetőségeink hát nyilván korlátozottak. Hát az előbb mondott számokból látszik, hogy egy kicsit közelebb vagyunk a kicsihez, mint a nagyhoz. A kettő között a középút az olyan 10 kilométer, 100 kilométer lenne, és annál azért kisebbek vagyunk. Na most ennek megfelel az, hogy az egész világegyetemet azt nem is látjuk át. Tehát ellátunk 10 milliárd fényévig. Műszerek akkor, segítségével? Hát távcső, de igen. Azért az a szemünk, de ehhez egy irányba kell nézni. Tehát az egész nagy 10-26 méteres izét egyszerre nem vagyunk képesek fölfogni, míg hát egy kvarkról egészen kellemesen el lehet beszélgetni. És az érzékszerveink, meg a képességeink, tehát mondjuk úgy az agykapacitásunk, az elegendő ahhoz, hogy megismerjük a nagyot is, meg a kicsit is. Igen. Igen? Az agykapacitásunk elég ahhoz, hogy fölfogjuk, hogy mit látunk, hogy egy távoli galaxist látunk-e, vagy egy atommagot látunk. Azt fölismerjük. Ez nem jelenti azt, hogy a távoli galaxisnak minden tulajdonságát értjük, meg egyáltalán átlátjuk, meg azt sem jelenti, hogy a nagyon kicsiben teljesen el tudunk tájékozódni. De az nem eleve például egy korlátunk, hogy a Földön élünk? Mert hogyan lehet a mi földi viszonyainkhoz szokott szemünkkel megérteni olyan dolgokat, amelyek más törvényszerűségeknek engedelmeskednek, például a végtelent innen hát, a Földről? Azért tartott ez évezredekig. Azért lehet nagyon jól szórakozni azon, hogy a régi görögök, akik olyan okosak voltak, azok milyen képtelenségeket képzeltek, mondjuk a távoli dolgokról, vagy a nagyon kicsi dolgokról. Úgy, mint? Hát a távoli dolgokról magát Arisztotelészt idézném, aki szerint a tejút, nem tejútrendszer, tejútrendszerről nem tudott, tejútról tudott, de azt mondta, hogy a tejút az nem valódi,
a csillagok fénye háborgatja a légkör legfelsőbb részét, és ott a háborgatott levegő ad ki valami fénysugárzást. Ezt keverte vagy tévesztett össze magával a tejútrendszerrel? Vagy ennek nem volt köze egymáshoz? Tejútrendszerről nem tudott. Ugye, hogyha fölnézünk az égre, akkor egy csíkot látunk. Igen. Az most már mi tudjuk, hogy az a tejútrendszernek a középső, hát ugye lencseszerű, és a közepe vastag a lencsének a teteje, alja az vékony. Tehát, hogyha a középsíkon nézünk végig, akkor nagyon sok csillagot látunk, de ezt, amíg nem tudták, hogy csillagokból áll a fénye, addig csak azt látták, hogy egy irányba nagyon fényes. És akkor valami elképzelés volt, hogy az mi. Igen. És a mitoszokban azt mondták, hogy az Héra istennő kifröccsent teje, amelyik bekente az eget egy darabon. Na most ezzel szemben Arisztotelész azt mondta, hogy a tejút mögött persze csillagok vannak, de azokat mi nem látjuk, hanem a fényük az fölizgatja a légkör legfelső részét, és a légkör legfelső része sugároz. Igaz ez? Nem igaz. De az igaz, hogy ha ezt kinagyítjuk, akkor fölbomlik csillagokra, és az Arisztotelész maga is ezt mondta, csak nem tudta fölnagyítani, igen, mert nem volt távcső. Vagy hogy lehet megérteni, amiről már lehet hallani, vagy lehet olvasni, az úgynevezett erős gravitációt, hiszen mi tapasztalatból ugye az úgynevezett gyenge földi gravitációt ismerjük. Szóval a tudományos megismerésben mennyire kötik az embert a maga földi tapasztalatai, egyáltalán képesek vagyunk-e ezeken felülemelkedni? Hát, ugye erre azt tudom mondani, amit Tőkei Ferenc mondott egyszer, amikor egy kínai tárgyú könyvét megírta, és a végére oda akart valamit írni arról, hogy mik a kínai népköztársaság jövőbeli esélyei. És akkor már ugye nem voltunk jóba a kínai népköztársasággal, és elegánsan azt mondta, hogy ez a forradalom a kínai történelemben eddig a legmesszebb ment. És akkor azt aztán nem mondta, hogy lesz-e áttörés. Na most ugyanígy én azt tudom mondani, hogy mi fizikusok arra törekszünk, hogy a földi dolgoktól elvonatkoztatott kijelentést tegyünk, mondjuk a világegyetemről, vagy egy atomról, vagy valami ilyesmiről. Hogy ez sikerül-e, azt majd a jövő, az utókor. De az önöknek teljesen mindegy, hogy mi, akik nem vagyunk fizikusok, ebből adott esetben egy kukkot sem értünk? Hát az nekünk nem mindegy, mert emiatt kisebb a költségvetésünk, mint hogyha... Na de könyörgöm, nekünk elsősorban nem az a dolgunk, amikor végezzük a munkánkat. Nem munka után, de amikor végezzük a munkánkat, akkor nem az a dolgunk, hogy a másik ember az utcán megértse, hanem az a dolgunk, hogy egy... Alfa Centauri valamelyik bolygóján élő másik fizikus megértse. Ilyen persze nem ismerünk. De megpróbálunk úgy fogalmazni munka közben, hogy még az se legyen benne, hogy emberek vagyunk. Nem ismerjük, de azt mondja ezzel, hogy van. Nem ismerjük, de van. Valahol van. Valahol van. A tejútrendszerben 200 milliárd csillag van. A 200 milliárd csillag közül mondjuk 1 milliárdnak lehetnek bolygói. Abból az 1 milliárdból 100 millió lehet élet. Hogy abból a 100 millióból 1 millió vagy 100 ezer olyan, ahol értelmes élet van, azt nem tudjuk, de akkor is nagyon sok kolléga van, csak még egyel se találkoztunk. Ön is írt már arról, hogy nálunk a Földön a háromszög szögeinek összege 180 fok, de van a világegyetemnek olyan része, ahol a háromszög szögeinek összege nem 180, hanem mondjuk csak 167 fok. Hogy lehet az, hogy a Földön mások a törvényszerűségek, mint a világegyetemben? Ez nem úgy van, hogy az egész világ ugyanazon törvényeknek engedelmeskedik? De, mert hogy fogják egymást megérteni kollégák más bolygón meg itt, ugye? A Földön sem egészen pontosan 180 fok, de azt mondják, hogy ha megmérnék, akkor valahol a 11. jegyben látszana az eltérés. Ahol erősebb a gravitáció, ugye hát hogy rajzolunk egyenest? Háromszög oldalai egyenesek, de mi az egyenes? Egyenes a magára hagyott teljesen szabad test mozgása. Ez egy definíció, de egy természetes definíció. Tehát egyenest például fénnyel
elindítunk egy fényt, és akkor valami ilyen geodéziai eszközökkel megnézzük, hogy milyen irányba megy. Na hát a fényt is befolyásolja a gravitáció, tehát a fény esik a gravitáció hatása alatt. Na most ezt a mindennapi életben az ember úgy mondja, hogy a fény görbe pályán megy. De a fény nem mehet görbe pályán, mert a fény rajzolja ki az egyenest, definíció szerint. Na de hát, hogyha valami szabályos görbe vonalakból rajzolunk egy háromszöget, fogjunk egy földgömböt, és rajzoljunk ki egy háromszöget, ami az egyenlítő egy darabja és két hosszúsági kör. És szíveskedjen mindenki lemérni valami szögmérőszerűséggel, hogy mekkora lesz a háromszögben a háromszög. És akkor nem 180 fok? Nem, nem. Mondok egy példát. Tegyük fel, hogy egy negyedkört teszünk meg az egyenlítőn, és utána a Greenwichi délkör meg a 90. délkör. Három derékszög van ebben a háromszögben. Tessék kipróbálni. Én ki sem próbálom, annyira hiszek önnek. A három derékszög összege 270 fok. Miért? Mert a gömb felület nem sík. Tehát más a síkban és más a térben. Nem, ez nem tér, ez is egy felület, mert a földgömbnek, ahol a hosszúsága és a szélességi fokok vannak, az egy felület, az csak két dimenzió, de görbe. Uh-huh. És ezen a gömb felületen a háromszög szögeinek az összege mindig nagyobb, mint 180 fok, és annál nagyobb, minél nagyobb a háromszög. Honnan tudja, hogy igaza van? Meg lehet mérni. Ön már mérte? Hát könyörgöm, elmondtam az eredményt. Az egyenlítőre mind a két délkör merőleges. Értem. Oda akarok csak kiukadni, hogy valami tapasztalati úton ellenőrizhető, de nem minden ellenőrizhető. Akkor honnan tudják? Várjunk. A földgömbre ellenőriztük. Igen. Tehát minden gömb felületen ez van. Na most a kérdés az, most egy dimenzióval följebb lépünk, átmegyünk a térbe. Hát honnan tudjuk? Ki tudjuk számítani, mert tudjuk, hogy terjed a fény. Uh-huh. Csináljunk egy persze képzeletbeli háromszöget, mert ilyen messzire nem tudjuk megcélozni a fénysugarunkat, illetve megtudjuk, de a másik oldalon nem vagyunk ott, tehát nem tudjuk kipróbálni, hogy mit lát valaki 100 000 fényévvel odébb, de ki tudjuk számítani. És ebből kijön az, hogy három ilyen fényjel, amikor megy és visszajön, akkor az ott lévő szögek mekkorák. Na akkor lépjünk ezen túl, mert nagyjából értem, hát természetesen semmit nem értek igazán, de nagyjából értem. Mindig, amikor a mindennapi méretek fölé megyünk, akkor valahol azt mondjuk, hogy na és a törvények tovább is ilyenek, és akkor kiszámítjuk, hogy mi van, és azt már esetleg nem tudjuk közvetlenül ellenőrizni. Igen. A világegyetem folyamatosan tágul, ugye ezt halljuk rendre. De azt olvasom, hogy az örökké tágulás alól is van kivétel, szomszédos galaxisok közelíthetnek egymáshoz. Például az Androméda olyan úton halad a Tejúthoz képest, hogy körülbelül 1 milliárd év múlva össze fognak ütközni. És vannak olyan galaxis... Vagy elmegyünk egymás mellett, mert azt azért annyira pontosan nem tudjuk, hogy teljesen belénk mutat el, csak azt tudjuk, hogy közeledik. De vannak olyan galaxis folyók is, amelyek a világegyetem tágulásával ellentétes irányban haladnak. Ez is kivétel a szabály alól, lehet úgy tekinteni rá? Hát ez a statisztika. Ugye a helyzet az, hogy nagyon sok tejútrendszer van, hogy pontosan mennyi, hát ki tudja, de millió számra ismerünk. Na mostán, hát ezek valamikor a kezdetén, hogy úgy mondjam, az egyik erre kapott egy rugást, a másik arra kapott egy rugást, és ez a kezdeti rendezetlenség, ez most is ott van. Tehát ha mindig veszük az 1000 egymáshoz legközelebbit, és megátlagoljuk a mozgásukat, akkor azok már nagyjából szabályosan ezek az átlagok. Hát a legközelebbi két galaxis, hát elképzelhető, hogy éppen véletlenül közeledik. Ugyanúgy, mint
itt a levegőben, hogyha az egyes atomokat meg tudnánk figyelni, akkor az egyik egy kicsit így mozog, egy másik egy kicsit úgy mozog, a harmadik egy kicsit amúgy mozog. De attól a természetét tudják. A nagyon sok levegő molekula van, és a nagyon soknak az átlaga az már szépen ül itten békességben. Igen. Kivéve, az... ha szél van. Szélben minden más? Hát akkor mindegyik persze, mondjuk erre más felé mozog, és az a szél. Aha. Ha az ember amatőrként és a sajtóból is követi az újabb és újabb csillagászati felfedezéseket, nehezen igazodik el. Tavaly azt lehetett olvasni talán márciusban, hogy felfedezték az eddigi legtávolabbi 9 milliárd fényévre található galaxist halmazt. Egy 99-es könyvben viszont az áll, hogy a Hawaii Egyetemen figyelték meg a világegyetem legtávolabbi objektumát, egy 13 milliárd fényévre lévő galaxist. Akkor most melyik az igaz? Mind a kettő igaz, amennyire tudom. A 9 milliárd fényévre megfigyelt, az a legmesszebb eddig látott galaxis halmaz. Egy galaxis halmaz az 1000 vagy 10 000 galaxis együtt. Távolabb is van, de azt még nem találták meg. Viszont egy galaxist valami Mászli következtében észrevettek 13 milliárd fényév távolságban. Miért kell ehhez Mászli? Hát mondtam, hogy millió számra vannak galaxisok a belátható részében is az univerzumnak, és a távolságot, ilyen messze lévő dolgoknál a távolságot a vörös eltolódásból számoljuk ki. Mi az a vörös eltolódás? Hanggal mindenki hallotta, fénynél nehezebb észrevenni. Ugye amikor jön felénk egy mentőautó vagy egy rendőrautó, akkor magasabb a hangja, és amikor elmegy előttünk és elkezd távolodni, akkor megmélyül. Ezt mindenki állandóan hallotta. Igen. Na most mitől van ez? Ameddig felénk jön, addig a hullámok föltorlódnak, hogy úgy mondjam, mert úgy képzeljük el, hogy másodpercenként kibocsájt egy hullámot, de a következőt már közelebbről. Tehát sűrűbbek lesznek. Amikor elmegy előttem, akkor elkezdenek ritkulni a hozzám érkező hullámok, és azért mélyebb lesz a hang. Na most, ahogy az Aristid vicc mondja, hogy na és fénnyel ez ugyanez. Uh-huh. Tehát ha valami távolodik, akkor annak a fénye vörösebbnek látszik, mint amilyen valójában, ha pedig közeledik, akkor kékebbnek látszik, mint valójában. Honnan tudjuk, hogy milyen valójában? Hát onnan, hogy a csillagokban javarészt hidrogén van, és a hidrogén vonalaknak a hullámosszát tudjuk a laboratóriumból. Ha ennél egy kicsit nagyobb a hullámossz, akkor azt azzal magyarázzuk, hogy elfelé megy az, ami kibocsátja, egy kicsit kisebb, akkor meg közeledik. Na mostan ezeknél a galaxisoknál azt látjuk, hogy minden egyes jellemző vonal hullámhossza nagyobb, hosszabb, tehát a fény vörösebb. Ez a vörös eltolódás. Megértettem. Egy szabad tudatlan kérdés, hát az egész, vagy mindegyik gyavarészt az volt, illetve hát remélem, hogy nem, mert készültem, de azért ami most jön, az szerintem a legtudatlanabbak egyike, hogy tudnék, ha az eszközeink tovább fejlődnek, tételezzük föl, és ugye ennek van realitása, ellátunk-e majd a világegyetem pereméig, vagyis 13,5 milliárd fényévre? Egyáltalán mi az, hogy a világegyetem pereme? Amennyire tudjuk, nincs neki. Az előbb mondtam a föld gömböt, tehát a gömb felületet. Na mostan a világegyetemnek három különböző modelljét fogadják el, bármelyik lehet a három közül, az a ténykérdés, hogy melyik, és azt nehéz megmondani a mostani megfigyelésekből még. Azok közül az egyik az olyan, mint egy luftballonnak a gumia. Tehát az is egy gömbfelület, csak három dimenzióba és nem kettőbe, szóval mindenki képzelje el, hogy még van egy plusz dimenzió a luftballon felszínén. És ha a luftballont fújom föl, akkor a luftballon tágul. Na de úgy tágul ám, hogy a közepe, a luftballon közepe nem a luftballon. Ezt már nem értem. Hát a luftballon közepén nincs luftballon, nincs gumi. Hát hogy ne lenne? Nem, ott űr van. Ja, hogy belül. Hát
Az ja. A közepe nem a gömbfelületnek, a gömbfelülethez nem tartozik hozzá a saját közepe. Megértettem. Na, tehát a világnak ez a modellje, ez olyan, hogy csak a felület tartozik a világhoz, csak ez a felület nem kétdimenziós, hanem háromdimenziós, na hát ez matematikailag nem probléma, szemléletnek egy kicsit az, de viszont ez az izé, ez egyre nagyobb. Hát mert fújjon föl a luftballont. Na mostan, ha tetszik, az univerzum saját magát fújja föl, hogy miért, hát gravitációs törvény, szóval ezt le tudjuk írni. Igen, de mibe tágul? A luftballon ugye az a levegőbe tágul, a földi levegőbe tágul. Igen. Ez mibe tágul? Na most erre két dolgot mondtam. Látom, megfogtam, úgy az tűnik. Az egyik az, hogy nem tudjuk, mert valami négydimenziósban, de négydimenziósban nem tudunk gondolkodni, ez egy lehetséges válasz. A másik lehetséges válasz az, hogy hát kérem, mi az, hogy mibe tágul? A tágulás azt jelenti, hogy a tér maga egyre nagyobb lesz, vagy a távolságok nőnek. Tehát ráteszek pontokat a luftballonra. Ilyen rostollal, tehát megértem. Az rajta marad. És fújjon föl. Akkor minden ponttól távolabb lesz, és távolabb ahogy lesz, és távolabb lesz. Ahogy fújjon föl, igen. De egyik pont sem mozog. Igen. Mert mindegyik ott marad, ahol. Tehát a távol, az, amit mindennapi nyelven tágulásnak hívunk, az valójában nem tágulás, hanem a távolságok növekedése, vagy a tér gyarapodása, ha tetszik. Egyre nagyobb lesz a tér. Hát ha nagyobbak a távolságok bármelyik két pont között, akkor az egy egyre nagyobb tér, miközben semmi nem mozog. Ez fantasztikus. Egyet mondjon meg nekem, hogy egyáltalán mi van a világegyetemen túl? Mert hogy van pereme, mi van a világegyetemen túl? A luftballonnak nincs pereme. Tehát akkor nincsen túl a világegyetemen semmi, hiszen luftballon egybeér? Igen, ezt mondja nekünk az általános relativitás elmélet, és az általános relativitás elmélet a modern fizikának az az elmélete, amihez 90 éve nem kell hozzányúlni, ez kivételes, részecske fizikában olyan 5 évenként szokott új elmélet jönni, tehát még egy ideig valószínűleg megmarad nekünk ez az elmélet, és ő azt mondja, hogy ahol tér van, azt leírta, és az ilyen luftballonszerű, és ahol nincs tér, ott mit írjon le? Hát az nem része a valóságnak. Vagy legalábbis nem kell, hogy része legyen. Tehát nem kell róla a fizikus beszéljen, aztán filozófus beszélhet, teológus. De ugye mi ezzel a fejjel nem tudunk gondolkodni? Mi? Hát nagyon sok fizikus sem tud, de aki általános relativitás elmélettel foglalkozik, azt erre kiképzik, és hát a nézők is láthatják, hogy nem vagyok ideges. Tehát én tökéletesen megnyugszom abba, amit elmondtam, ami annyit jelent, hogy legalábbis nem önellentmondóan beszélek. Egyébként önök, mikor elméleti fizikusok leülnek így egymás között, akkor értik természetesen, hogy miről beszélnek. Tehát mindenki ugyanazt a nyelvet beszél. Két relativista, és akkor még azt sem teszem hozzá, hogy általános relativista, az érti egymást. De csak az általános relativisták? Speciális relativisták is szokták érteni. Az már előfordult, hogy magfizikusok azt mondták, hogy nincs értelme annak, amit mondok. És akkor én azt mondtam, hogy persze, mert te magfizikus vagy. Na most ezzel szemben a magfizikus néha olyan dolgokat mond, ami nekem szokatlan. Én persze valamennyit foglalkoztam magfizikával is. De ön kisgyerek óta ez iránt érdeklődik? Vagy mióta? Hát én csillagásznak készültem volna, de Magyarországon túl kevés a csillagász, az tényleg egy kicsi szakma. És ezért aztán valahogy elméleti fizikus lett belőlem, és olyan fél lábbal vagyok a csillagászatban. Az, hogy az ember ennyit tudjon a saját szakterületén, sokat kell olvasni, vagy sokat kell gondolkodni? Hát a pálya elején sokat kell olvasni, és utána az ember már egyre inkább elboldogul azzal, amit összeolvasott. Egy nap hány órát gondolkodik?
Hát, 8/10. Ül maga előtt, gondolkodik, nem is jegyzetel? Általában nem jegyzetelek, de nem föltétlenül ülök magam előtt, mert mondjuk ülök a buszon. És akkor is gondolkodik? Persze, hát a busznak az a monoton zaja, az nem zavarja. Hányszor nem ott száll le, ahol kéne ebből adódóan? Én gimnazista korom óta begyakoroltam Budapesten a közlekedést. Hogy tudjon gondolkodni? Persze, hát az ember ösztönösen számolja a megállókat, ugye? Az agyunknak különböző részei vannak. Van egy kolléganőm, aki tájékozódási futó volt fiatalabb korában. És betanította a saját agyát arra, hogy az számolja a lépéseket, hát ugye ilyen irányzó, meg efélék, tehát tájékozódási futásban nem az a vicc, hogy futni kell, nem kell nagyon gyorsan futni, igen, hanem tájékozódni kell közben a térképen. Na most, aki azt csinálná, hogy először kitűzi, hogy most arra felé futok, és utána azt mondaná, hogy most 75 lépést megyek ebbe az irányba, az már lemaradna amellett, aki egyszerre tud futni és számolnia, és igen, nézni közben az iránytűt. Na mostán ezért ő nagy nehezen betanította az agyának egy elkülönült részét arra, hogy az mikor, milyen távolság, de mondjuk 75 vagy 100 lépést számoljon meg, és utána szóljon. Anélkül, hogy számolná, az agya már tudta, hogy most van a 75. Az agyának egy része, igen, számolt. Igen. Na mostán, de nem az a része, amelyik nézte a térképet. Na mostán később azonban rájött arra, hogy hosszabb távokon egy kicsit rosszul számol. És akkor visszaidézte, hogy számol az agyának az a része, amit betanított, és kiderült, hogy a 33-at mindig kihagyja. Tehát 32 után 34 jön. Még később én megmondtam neki, hogy a hüllő agyát tanította meg lépést számolni, és a hüllőagy nem tud beszélni. Van tehát ilyen, hogy hüllőagy? Van, ugye ez a három rétege az agynak. A hüllőagy az az, ami még a 300 millió évvel ezelőtti őseinkkel is nagyjából, ja, közös, értem. És akkor van egy ősemlős agy, amiben érzelmek vannak leginkább, megefélék, és van az új emlős agy, ami mondjuk a majmoknak meg nekünk erős, és abban van a ravasság. Hát sajnos eltelt az idő, de most meg kell, hogy ígérje professzor úr, most adott egy csomó gondolkodnivalót. Nekem föltétlenül, remélem a nézőknek kevésbé, vagy lehet, hogy nekik is, de hogy visszajön időről időre, és fölteltek újabb és újabb kérdéseket, mert nagyon élveztem, ezt komolyan hát, mondom. Részemről a fáklyás menet, és hát ez persze attól is függ, hogy a nézők mit szólnak hozzá. Szerintem nagyon élvezték. Jó, hát. Amit értettek belőle, az csak élvezni lehetett. Kevés dolog, de azt élvezni lehetett, és nagyon, nagyon olyan volt, mint a Minden Tudás Egyeteme külön kiadása, tehát gyakorlatilag... Csak valamivel rövidebb, ezért folytatjuk, jó, legközelebb. Egy-két hónapot hagyunk itt pihentetőképp meg a gondolkodásnak, és akkor utána én folytatnám, jó? Jó. Köszönöm szépen, jó, hogy itt nagyon volt. Nagyon szívesen. Majd ott folytassuk legközelebb, ne felejtsd, hogy a hüllő agy miért nem tudja a 33-at. Ez nem legyen. Tud beszélni. És a 32-t miért tudja meg a 34-et? Mert betanította neki a kolléganő, a 33-at kifelejtette. A hüllőagy nem tudja, hogy a 32 és a 34 között van valami. Na ez nekem sok, de akkor innen folytassuk legközelebb, jó? Köszönöm szépen!